Sziasztok! A mai videó egy haul videó lesz, méghozzá egy Black Friday haul, és ennek is a kozmetikai kategóriája, ugyanis fel fogok majd tölteni, vagy nem tudom melyik fog elő felkerülni, de fel fog kerülni, ha még nincs fent, egy ruhás verziója is ennek a haulnak. De most akkor kezdjünk is bele ebbe a kozmetikai dolgokba, hogy miket vásároltam Black Friday alkalmával. Kezdjük a legkevésbé izgalmasabbal. Talán ez egy Tangle Teezer, méghozzá a nyeles verzió. Én imádom ezt a fajta fésűt, a Tangle Teezert. Nagyon-nagyon kellemes használni, vizes hajat is gyönyörűen kifésül, úgyhogy az, hogy végre kijöttek egy nyeles verzióval, az pedig csak a legjobb dolog a világon, mert ugye a másik, aminek nem volt nyel, azt ugye így fogtad és így fésülködtél, tök jó volt az is, de azért így nyellel jobb, mert az sokszor kiesett a kezemből, és kicsit kényelmetlenebb volt használni, ez viszont a tökéletes hajkefe, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Ezt egyébként Bécsben vásároltam meg, úgyhogy ez nem a Black Friday haul része, de gondoltam, hogy belerakom és megmutatom nektek. És akkor jöjjön a Cult Beauty rendelésem. Az első a szokásos Blender Cleanser Solid, tehát egy Beauty Blender tisztító szappan, illetve az ecseteket is lehet ezzel tisztítani. Én mindig ezt használom, minden esetben nagyon-nagyon szeretem, viszonylag sokáig elég, és ehhez képest meg szerintem jó áron meg lehet vásárolni. Kb. minden Cult Beauty rendelésem, nem mindegyiknél, de mondjuk minden második, harmadiknál bele szoktam tenni a kosaramba, hogy soha ne legyen az, hogy éppen nincsen és nem tudom megtisztítani a blendereket, illetve az ecseteket. Akkor a következő az egy Anastasia Beverly Hills 7B szemöldök ecset. Most is egy Anastasia ecsetet használok a szemöldökeimhez, viszont én eredetileg ezt szerettem volna megrendelni, akkor, amikor azt rendeltem meg, és most ez egy picit elkezdett hullani, vagy nem tudom, úgyhogy most pótoltam ezt a rendelésemet. Ez egy ilyen kicsi ecset, az egyik oldalán egy kefe van, szokásos módon, a másik oldalán pedig az ecset maga található. Egy teljesen normális, vágott fejű, vékony szemöldök ecset, és elvileg azt hiszem, hogy ez a legvékonyabb szemöldök ecsete a márkának, és remélem, hogy jó lesz, és most, hogy ezt leszettem, nem tudom visszatenni. Mindegy. Van itt egy Drunk Elephant csomag, ebben az Írtó Király dobozban érkezett. Ennek a teteje felnyitható, és akkor itt található egy teljes méretű termék, ez pedig a Lala Retro Whip Cream, hidratáló krém. Én most ismerkedtem meg egyébként ezzel a márkával nem olyan régen, ehhez képest egész sok termékét használom már, és nagyon meg vagyok velük elégedve, úgyhogy nem egy olcsó kategória, ezt hozzá kell tenni, viszont valóban tök jót tesz a bőrnek, úgyhogy nagyon szeretem. És akkor ez a dobozka még így is szétnyitható, és itt alul pedig 4 darab termék található, szintén van egy teljes méretű ajakápoló, ami nagyon-nagyon cuki csomagolásban van, és ilyen jó tundi, úgyhogy jól be fogja fedni az ajkaimat, illetve a többi az már ilyen mini verzió. Van itt a B-Hidra intenzív hidratáló szérum, ezt használom nagy változatban is, minden nap reggelente sminkelés előtt nagyon-nagyon szeretem, illetve a C-Tango multivitamin szemkrém, ezt még nem próbáltam ki, úgyhogy erre kíváncsi leszek. És az utolsó termék az pedig Best Number 9 Jelly Cleanser, ami tehát egy arctisztító gél. Amint ezekről is lesz mélyebb véleményem, biztos hallani fogjátok majd egy videó keretein belül, hogy mi mennyire vált be. De mondom, amiket eddig használok, azokat nagyon szeretem. És még egy nagyon izgalmas dolog van itt. Ez pedig nem más, mint a Huda Beauty New Nude palettája. Ezzel van most egyébként kifestve a szemem. Most vettem fel belőle egy első benyomásos videót, és úristen! Ha van paletta, ami megéri az árát, akkor az ez. Nagyon-nagyon szép először is a kivitelezése, nagyon minőségi, meg hát az árnyalatok is egyszerűen csak gyönyörűek, van benne egy tök jó nagy tükör, úgyhogy utazáshoz is abszolút jó. És hát ezek az árnyalatok, meg ezek a formulák csodálatosak, vannak benne mattak, fényesek, metálosak, és van benne ilyen nyomott glitter. Csodálatos, megmutatom közelebbről is. Nagyon-nagyon szép, nagyon jó minőségű, könnyen eldolgozható, pigmentált, és hát a tartósága az most fog kiderülni majd nap végére, de szerintem a tartóságával sem lesz probléma, illetve itt van egy ilyen kis korrektor féleség, ilyen szemhéj alap. És ezek az árnyalatok egyébként így a kék szememet szerintem szépen ki is emelik, úgyhogy nagyon meg vagyok vele elégedve, és tényleg tudom ajánlani, tudom, hogy ez is egy drágább dolog, de például valamilyen akció keretein belül a Cult Beauty azért elég gyakran szokott kedvezmény lenni, meg mindenféle promóció. Ha máskor nem, de akkor mindenképpen megéri ezt a palettát beszerezni. A Cult Beauty-ról rendeltem szintén ezt az Olaplex No. 4 sampont. Én úgy tudom, hogy eddig csak a fodrászok tudtak hozzájutni így az Olaplexhez, viszont most kidobták a boltok polcaira, tehát egy teljesen random ember, mint én akár, be tudom szerezni. Javítsatok ki, hogyha ez nem így van, nyugodtan. Nem nagyon értek még mindig a hajas dolgokhoz, nem nagyon szoktam mélyen kutakodni, ezt tudjátok, de én ezt így tudom. De lehet, hogy tök rosszul tudom. Mindegy. A lényeg az, hogy ez az olaplexes dolog, ez nagyon-nagyon jót tesz a festett hajra, a hidrogénezett hajra, és hát ugye az enyém ki van szívva rendesen. Főleg most legutóbb, amikor volt vele ez a kis baleset, az nem nagyon tett neki jót, úgyhogy ilyen kicsit szárazkás most, bár azért most már tök jó állapotban van, mert mindent, ami van itthon, nagyon nem mindent, csak a jó dolgokat, ami van itthon, illetve hajra való, rákenem, és igazából segít, tehát most már azért jobb állapotban van jóval. De én azt gondolom, hogy ez az olaplexes dolog, ez még jobban helyre fogja rakni, én nagyon bízom benne. Erről is majd később hallhattok még. És hát akkor térjünk át a Sephorára. Ugyanis én nem tudom, hogy ez eddig hogy nem jutott az eszembe, de mindegy, valamelyik nap egyszerűen csak eszembe jutott, hogy de hát csomó európai országban is van Sephora, illetve nekik van weboldaluk. Mi van, hogyha szállítanak valamilyen úton, módon Magyarországra is, és hát felmentem a cseh Sephora oldalára, és beigazolódott a gyanúm, valóban szállítanak Magyarországra. Annyira nem is vészes a postaköltség, 3-4 ezer forint körül van átszámítva. Bármennyi terméket rendelsz, ez fix. Tehát én akartam most rendelni egy Fenty Beauty szájfényt az új Fussy árnyalatban, de annak is ennyibe került a postaköltsége, tehát gyakorlatilag majdnem annyi, mint maga a szájfény, ugye, úgyhogy azt most nem rendeltem meg, még várok egy picit, amíg talán összegyűlik több termék, amit szeretnék. Viszont ezelőtt leadtam egy egészen nagy Sephora rendelést, és egy ilyen tök jó kis díszcsomagolásban érkezett, ez egyébként ingyen volt pluszba hozzá ez a díszcsomagolás, úgyhogy gondoltam persze, na ná, jöjjön díszcsomagolásba. Úgyhogy ebbe a dobozkába érkezett egy pár Fenty Beauty termék. Tehát szerettem volna őket kipróbálni, nincs mentségem, illetve a szájfényét és a highlighterét már próbáltam, és azokat imádom. Tényleg nagyon-nagyon jók. Úgyhogy ezen felbuzdulva vettem meg a normál méretét ennek a highlighternek, amit nagyon szeretek, és már próbáltam, mert ez csak egy miniben van meg, és ez nem más, mint a Hustle Baby árnyalat, és tök jó, mert ugyan itt van ez a highlighter, de hogy két árnyalat van benne, és a Hustle Baby az egy ilyen nagyon erőteljes, ilyen aranyos, kicsit rózsgoldas beütéses árnyalat. A Mir Mania az pedig egy kicsikét visszafogottabb, úgyhogy tök jó, mert két highlightert is kapunk tulajdonképpen egy áráért, vagy hát ki hogy gondolja, ugye azért az a pénz, amiben ez kerül, bőven megérhet két highlightert is, de azért mondom ezt, mert van egy olyan is, azok között, amit rendeltem, amiben csak egy árnyalat van, de gyertől tekintve ugyanennyibe került. Ez pedig a Metal Moon árnyalat, és hát ez egy ilyen fehér, gyakorlatilag ezüst. Nem tudom, hogy mennyire fog nekem egyébként jól állni, így télen nyilvánvalóan a világos bőrömhöz lesz jó, de nagyon szép mintákat láttam róla online, úgyhogy gondoltam, ha már blúd, legyen kövér. Úgyhogy ezt is megvásároltam. Illetve még egy utolsó highlighter, mondtam, hogy nagyon-nagyon bevált ennek a formulája, ennek a highlighternek a tartósága, a pigmentáltsága, mindene. Innentől kezdve tényleg nincs több highlighterre szükségem. Azokat, amik ehhez hasonlálni, azokat valószínűleg el is fogom adni, vagy ilyesmi, úgyhogy csekkoljátok az Instámat, oda néha felszokott kerülni egy-két eladó sminktermék is. Ez pedig a Fire Crystal és a Lightning Dust árnyalat. A Lightning Dust van fent egyébként most az arcomon, nem csak ez az egy termék, alatta van egy pupa folyékony highlighter is, de ez is nagyon-nagyon szép, és itt is van egy ilyen erősebb, illetve egy visszafogottabb highlighter. Úgyhogy ezeknek a highlightereknek nagyon-nagyon örülök, és egyébként a külső csomagolásuk is tök szép, ilyen kicsit holografikus meg. Hát műanyag, de azért igényes. Aztán nagyon-nagyon régóta szemeztem, még Amerikában is, de végül nem vettem meg, de aztán most nyilvánvalóan megvettem a Matchsticks nevezetű krémes állagú kontúrt az Amber árnyalatban. Ez így néznek ki, én annyira nem vagyok egyébként jobban a krémes kontúrokkal, de ezt nagyon-nagyon sokan szeretik, úgyhogy gondoltam, hogy ezt is kipróbálom, ez van egyébként most rajtam, megint csak. Meglátjuk, hogy mennyire fogom szeretni. Egyelőre nem tudok róla mélyebben beszélni. És hát van itt még egy dolog még hozzá, a Pro Filter alapozó 140-es árnyalatban. Erről azt kell tudni, hogy Tamarától, akinek a csatornának a linkjét, illetve az Instának a linkjét lent megtaláltak az infoboxban, imádom a videóit, meg őt magát is. Tőle kaptam ezt az alapozót 180-as árnyalatban, most ez van egyébként rajtam megint csak, most próbáltam ki úgy ténylegesen először, viszont picikét sötét nekem most ez az árnyalat, majd nyáron tökéletes lesz. Mivel neki meg világos, ezért tök aranyos volt és nekem adta. Nagyon-nagyon zavart, őszintén mondom, hogy most nem tudom használni, csak nyáron fogom tudni használni mindennaposan, úgyhogy ezért vásároltam meg belőle a 140-es árnyalatot is, és hát látjátok, hogy ez azért jóval világos, sőt, lehet, hogy már talán túl világos is, nem tudom, mindegy. Keverni tudom most már őket, úgyhogy ez tök jó, mert így bármikor meg tudom csinálni a tökéletes árnyalatot számomra. Úgyhogy ennek ez a története, még erről az alapozóról sem nagyon tudok mélyebb véleményt mondani, nyilvánvalóan, de később biztos, hogy minden termékről fogtok hallani. Egyelőre egyébként nagyon-nagyon tetszik, és hát ennyi lett volna már ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Hogyha így van, akkor nyomjatok egy lájkot, meg iratkozzatok fel, és mielőtt elfelejteném, jöjjön a napkérdés, amit elfelejtettem videó elején feltenni, de most felteszem. Ez pedig nem más, hogy nektek mi egyébként a kedvenc high-end kategóriás sminkmárkátok. Nekem amúgy a Too Faced, de most így nagyon elkezdett érdekelni azért ez a Fenty Beauty is, úgyhogy majd meglátjuk. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk a legközelebbiben is, addig is, sziasztok!